És akkor szépen ez úgy kinőtte magát, tehát ilyen tehát minden évbe vittem őket. Azon kívül, ami normálisan kötelező, vagy hát, hogy elvárják az embert az egynapos kirándulást, én azon kívül bizony elvittem őket Balatonra. Nagyon sok fel elvittem őket. Tehát, most gondolom, már vannak generációk, hogy már a szülőket is tanította meg. Bizony, és most már a szülőknek a gyerekeit is így van, és már ők is kimennek, és az igazság, hogy ja, hát ezen kívül színház, tehát az a mániám különben, ilyen nagy... Járnak idegeszeket? Bizony, minden évben szerveztem gyerekekkel, alsótagozatnak külön, annyit össze tudtam szedni. Felsótagozatnak külön, bizony, nagyúszokkal, így van, volt, hogy bérletünk volt. És ennek örömére például most utoljára a Flextronic felajánlott egy ilyen ingyen előadást, nem tudom, hogy hallottak-e róla, persze, hogy hallottak róla, és például minket is meghívtak pont ezért. Ja, ez a hátrányos helyzet. Igen. Tűrjeiek is. Persze, ó, hát regélni lehetne, igen. Én legalábbis úgy érzem, hogy rendkívül jó tanári karnak lettem a tagja, vagy vagyok a tagja. Jó szakemberek, nagyszerű emberek, hát szűken, ugye, mert most az a baj, hogy a klikkesedés miatt, ugye nagyon sok bejáró tanár van, tehát aki betanít hozzánk, mert nincsen szakos. Több helyen is. A Zsolt nem van leigazolva, ő más. De ő több helyen de ő neki több helyen kell, így van. De van olyan sok, aki nem nálunk van leigazolva, csak órajáró óraadóként így van tanítani. Nem is óraadóként, így állították össze az óráit. Tehát az kötelező órában van. Neki is nincs meg különben a Zsoltnak, itt nálunk nem lenne meg a kötelező óraszáma, és ezért ő neki máshol szükség van a informatikában. Nagyon régóta csinálják. Persze. Falubokrokban jártak. Igen, hát én megmondom, hogy annak idején Balaton-almát ugyanezt csináltam. Négy helyre jártam tanítani. Pedig akkor még nem közt ilyen. Egy központi igazgatás volt Alatonalmán, és akkor volt Vörösberény, meg nem tudom, mi volt ott fönn, Szent Király Szabadja. Eleve Almáriban volt kettő iskola, meg még ezen is semmi, de a négyben nem volt fizika szakosuk, és akkor nekem kellett ezt itt rendbe raknia. Na, hányan vannak a tanári karban? Hát így szüken, akkor az 15 fő durván az állandó, így van. Ez egy nagyon összetartó csapat, tényleg nagyon jó. Életkorilag is közel vannak egymáshoz? Nem igazán. Fiatalok, középkorúak, én vagyok a legidősebb. Nem tudom még mire kíváncsi, hogy mindent tudnék mondani, de hát... Na, igen. És a köszönet, az mindenképpen az jelenjen meg jó, hogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki szavazott itt rám. És mert ez számomra a tisztelet, a megbecsülés jele, maximális jel számomra. Igen, Na, ez a háromszó. Szeretet, tisztelet és megbecsülés. Tehát én ezt érzem ezen át. És van ugyan hivatalos elismerésem is, ilyen miniszteri, mindig szoktam mondani, kutyafüle. Bocsi, nagyon jól esett, akkor is el kell ismerni, tehát szakmailag is az embernek azért jól esik egy ilyen miniszteri dicséret, de ez az igazi, ez szerintem. Ráadásul ez titkos. Hát úgyhogy mi, és komolyan nem tudtam róla, tehát azt nem is meséltem, hogy az elsőnél, hát itt már csak a fellegekbe jártam, ezt a végképp ezt sem tudtam, de az elsőt sem tudtam, én nem vagyok ilyen Facebookos akárki, és megyek be a suliba, nincs osztályom se, én már nagyon régóta nem vállalok osztályt, pont emiatt, mert tehát azon gondolok, amikor ment az utolsó osztályom, szerintem most érettségizhetnek, tehát egy 5-6 éve mehettek ki. Így van, és azóta én nem vállalok, mert hát én látom, hogy egy osztályfőnök csináltam, tehát osztályfőnök iszonyú sok dolga van, és én úgy gondolom, hogy ha én ezt nem tudnám 100%-ig csinálni, mert pedig most már tényleg fáradt vagyok, 100%-osan nem tudnám bevállalni, akkor nincs. Hát ahol elég sok a hátrányos helyzetű és nehezen kezelhető gyermek, és ezért is érzem én ezt nagyon nagy dolognak, hogy ezek között, a gyerekek között kell nekünk azt a osztályunként, hát egy kezemben meg tudom számolni, 4-5, de ezek meg nagyon értelmesek, nagyon értelmes gyereket úgy felkészíteni, hogy megállja a helyét. Hát, Zrínyi matematika tagozat, vagy a biológia tagozat, matek tagozat, ilyenekre jutnak be a gyerekeink. Hát ez a fele. Hát a másik fele meg sem, bocsi. Szinte és akkor viszi őket versenyre? Természetesen. Tehát idén is, persze. Nagyon sok versenyeredményeink. Így van, most például az egyik tanítványomat meghívták, mi évre szólóan meghívták egy országos tehetségkutató, vagy nem kutató, bocsánat, tehetséggondozó matematika táborba, az eddigi matematikai eredményei alapján. Valaki ezt figyeli, úgy tűnik. Volt ilyen régen is különben, hogy az Zrínyiből ránk telefonáltak, hogy nem látják a Illés Tominak a felvételi lapját a matek tagozatában, azért nem látjátok, vagy látják, nem, mert oda nem oda jelentkezett, a Vajtába jelentkezett. De hát hogy szükségük van erre a gyerekre, nem viccelek.
ezt viszont le lehet írni, hogy ez az én mániám. Tehát én mániásan ilyen tehetséggondozó emberke vagyok, tehát az az elvem, hogy a tudás viszi előre a nemzetet.